A várandóság alatti és a szülés utáni intimitásról viszonylag kevés szó esik, viszont mi most ezt fogjuk boncolgatni. Így van. Vegyük először a férfiak oldalát. Szerintem ott is legalább annyi elakadás lehet, mint a női oldalon. És talán kevesebbet is mernek beszélni, mint amennyit a nők beszélnek erről. Miért? Mert a férfiak két kategóriába helyezhetők, de lehet, hogy ennél több is van. Az egyik, aki mer intim érintkezést kezdeményezni, és a másik, aki nem mer, és aki nem mer, azt vagy azért teszi, mert félti a babát, félti az anyukát, vagy egyszerűen csak fél önmagában az újnak a megtapasztalásától, vagy nehogy ártson véletlenül. Na most én azt hiszem, hogy a helyes az lenne, ha lehetne így egy lélektől lélekhez való tanácsot adni a férfiaknak, hogy merjenek erről beszélgetni a feleségekkel, ugyanis vagy a partnereikkel, ugyanis pont a nem érintkezés hozza frusztrációt a nőben, akár a testre, akár a lélekre vonatkozóan, hogy megváltoztam, nem vagyok elég jó, Istenem, nagy vagyok, mi történik, miért nem kellek neki, és lehet, hogy nem beszélnek erről, vagy átmegy morcosságba, és másképp jelzik a valóság, ugye legbelül meg ez, hogy hiányzik a testi érintkezés. A nők részéről viszont meg az a hiba, hogy azt hiszük, hogy a gyereknek szintén árt, vagy ja Istenem, itt a gyerek most a prioritás. Hát nem. Attól, hogy a baba bennünk fejlődik, semmilyen baj nem éri, semmi nem történik a babával, ami kellemetlen lenne, vagy az egészségének ártana, nekünk viszont meg jót tesz. Miért? Mert erős marad, vagy megerősödik bennünk az érzés, hogy kívánatosak vagyunk, hogy még ugyanazok a személyek vagyunk, akik voltunk korábban, és hogy nem változott semmi. Valójában egy csoda érkezik, és ezt a csodát csodával kell várni. A férfiak másik kategóriája, akik félnek, féltik, szintén érdemes kutakodni interneten, akár beszélni a nőgyógyásszal, a szülészorvossal, vagy csak egyszerűen valakivel, akiben megbíznak, hogy nem kell félni. És a feleséget sem kell félteni, hogy vannak hormonális változások hangulatban, amelyek igen vezethetnek oda, hogy valami miatt távolságot hozunk létre, igen, erről is beszélgetni kell. Azt gondolom, hogy azok a testi, lelki és hormonális változások belőlünk indulnak ki, belőlünk fakadnak, úgyhogy valószínűleg a kommunikációt nekünk is érdemes kezdeményeznünk. Mindenképp, szerintem mindkét félnek kell, hogy kezdeményez, amikor úgy érzi, hogy valami hiányosságot észlelt magában az együttlétben, és fontos, hogy ne szemrehányásként hangozzék ezzel, hogy bezzek, hanem hogy hiányzik. Kérlek, tegyünk valamit közösen ennek érdekében. És az intim érintkezés ott kezdődik a simogatásnál. Lehet, hogy néha elég egy simogatás, vagy egy hosszabb ölelés, vagy csak az, hogy az ágyban fekszünk egymás mellett, és hallgatunk, vagy szépeket mondunk egymásnak. Tehát nem kell mindig a végletekbe vagy a fő pontokban gondolkodnunk, hanem a fokozatosságban, és abban, hogy szóban is fokozatosan próbáljunk beszélni a másikkal, a hiányosságokról, az érzésekről. Gondoljunk csak bele, hogy a statisztika azt mutatja, hogy a legtöbb férfi túlórázik, amikor a felesége vagy a partnere kismama. Miért? Hát azért, gyűjt. Egyrészt gyűjt, nem anyagiakról szól, mert ugye kevés helyen fogják jutalmazni ezt anyagiakban a túlórákat. Egyrészt, mert valahol menekül a hormonális változásoktól, az érzékenységektől, a másik, hogy meg nem értetnek érzi magát, hogy neki is van egy szerepe ebben a folyamatban, és nem minden a nőről meg a babáról szól. És a harmadik az, hogy tényleg van egy olyan belső presszió, hogy többet kell dolgozni, hogy aztán majd jön egy új jövevény a családban. Kétségtelen ezekre is érdemes odafigyelni. Tehát ha azt látjuk, hogy túlóra kényszerünk van férfiként, akkor ezt nézzük át, hogy tényleg kell ez nekem, vagy inkább hazamennék megnyugtatni egy kicsit a vizeket, vagy magamat megnyugtatni, és nem a munkahelyen. A hölgy részéről meg ugyanez. Érdemes megbeszélni, hogy most miért van ez a túlóra, miért van a távolodás, és ne feledjük, hogy minden átmeneti. Semmi sem tartós. Változunk, és a változásért, a jó változásért nekünk is tennünk kell dolgokat. Minden áldott nap valamit tudatosan érdemes beépíteni.